Egy magyar atléta, akit London előtt úgy búcsúztattak Debrecenben, hogy lám egy focista is képes kijutni az olimpiára, csak megfelelő versenyszámot kell választania. Kazi 800-as futó, ugyanis a Dunafer profi labdarúgója volt korábban, idén szakállas országos csúcsot adott át a múltnak, a VB-n az ötödik leggyorsabb európai atléta volt, háromszor is középdöntős világbajnokságon, csapat EB győztes háromszor, aki folyamatosan a legújabb edzésmódszereket kutatja, és világverseny döntőjéről, éremről álmodik. Ő a vendégünk, mit ér az atléta, ha magyar jelégére, szia jó reggelt? Szia, jó reggelt! Kívánok. Mert hogy ez a nagy kérdés először is, hogy milyen figyelemre, meg megbecsültségre számíthatna ma Magyarországon egy atlét ebben a, hát hogy mondjam, focicentrikus valóságban. Igen, Ismerem mindkét világot. Igen, igen. Ö, gyakorlatilag labdarúgóként kezdtem a pályafutásomat, illetve hát még ö, inkább gyerekként álmodoztam arról, hogy komoly labdarúgó lehet belőlem, aztán nyilván ö, amikor reálisan e, kezdtem látni már a, a, dolgokat, illetve a helyzetemet, akkor nagyon szerencsés módon jött egy olyan lehetőségem, hogy e, válthatok, és aztán belekóstoltam az atlétika világába, és aztán nagyon gyorsan jöttek a először magyar e, sikerek, aztán hál' Istennek a, a, nemzetközi sikerek is. Mert hogy ez már a futballpályán játszott, hogy nagyon jó futsz. Igen, gyakorlatilag a labdarúgó pályán legfőképpen ezzel tudtam kitűnni, én mindig is a teherbírásomról voltam híres, és aztán ezáltal ugye középpályán is játszottam, illetve játszottak a, a korábbi edzőim, illetve a, a, számszerű tények, tehát voltak ezek az inga, illetve Cooper tesztek, illetve különböző e, iskolai futóversenyek, azokon is e, rögtön kitűntem, ahol, ahol, elindítottak minket még a, még a sportgimnáziumban Dunaferben. És, e, és ott is sorra nyertem gyakorlatilag a, a mezei futóversenyeket, utcai futóversenyeket és nyilván az embernek, amiben sikerélménye van, azt nagyon szereti csinálni, úgyhogy, úgyhogy én nagyon örültem neki, hogy, hogy jött ez a váltás. Na és hát ott van a, a, karodon a tetoválás, ugye, hogy harcolni az álmaidért. Így van, többek között ez is. Azt mondd meg, hogy, hogy ez most mi? Mármint, hogy mi ez az álom, amiért most harcolsz meg, amiért már harcolsz régóta, pocsék év után, meg nagyon sok nehézséggel együtt is. Hát sajnálattal kell mondanom azt, hogy ö, több pocsék évem is volt, és ö, ahogy fogalmaztam is egy előző tudom, adásban vagy vagy egy újságcikkben, már nem emlékszem pontosan, ö, az elmúlt években gyakorlatilag folyamatosan ö, ö, pofonokat kaptam, majd ebből felálltam, és sorbáltam egy újabb pofonért. Mert és, nem az ö... a legény, aki adja, hanem aki állja. Igen. És ö, és úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez most engem valóban megerősített. Tehát az évek alatt e, folyton a lelkem az nagyon-nagyon erősödött. És, és a, a legfőbb célom az az volt az atlétikával, ha lehet ezt így fogalmazni, mert nyilván nem ezért kezdtem el atletizálni, hogy akkor most ebben majd, majd nem tudom, majd, majd esetleg többet érek el, mint a labdarúgásban, hanem ez jött magától, ebben úgy érzem, hogy a, lehet így fogalmazni, jó Jóisten megáldott egy tehetséggel, én ezzel élek, vagy éltem, illetve próbálom ezt úgy meghálálni az égieknek, hogy, hogy lehető legtöbbet kihozom magamból, és maximumot kihozom magamból, és, és próbálok eljutni minél magasabb szintre, és ami remélhetőleg azt jelenti számomra, hogy, hogy Európa bajnokságon vagy világbajnokságon, vagy akár olimpián legalább döntőbe kerülök, illetve nyilván reálisabb esélyek, vagy ha egy kicsit földön járunk, akkor, akkor az Európa bajnokságon van mondjuk arra esélyem, hogy mondjuk éremről is beszéljünk. Na most azt is mondtad, volt egy érdekes mondatod valahol, hogyha ugye idei országos csúcsodra utalva, hogyha máshova születsz, akkor lehet, hogy ez már négy évvel korábban megvan. Mert hogy ma atlétának lenni Magyarországon az nem egy túl vidító dolog? Ez, ez, ez Általában itt is dolog. olyan problémákról szoktunk azt hiszem, hogy, hogy más... meg hoki pályát a, izé vagy a rekordtán közepére, szóval nem... Igen, a... ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag most ezt azt hiszem, hogy nagyon sok sportágban uh, sportákban dolgozó szakember elmondhatná, hogy, hogy uh -huh. mondjuk nehéz helyzetben vagyunk. Uh, jelen pillanatban azt gondolom, hogy, hogy a magyar atlétika uh, azért el van maradva. Uh, úgy, ahogy akár az előbb labdarúgásról is beszélgetetek, el van maradva sok, el van maradva sok mindenben a, a nemzetközi elit futballtól. És uh, legfőképpen itt ugyanazokról a dolgokról kell beszélnünk. Az edző, edzőképzés, a, a létesítmények, a létesítmények helyzete, hogyha már esetleg van is uh, lehetőség arra, hogy az ember normális körülmények között akár tudjon edzeni, tehát gondolok arra, hogy egyáltalán van egy atlétikai pálya, az öltözők, és akkor arról nem is beszélve, hogy milyen háttér áll rendelkezésre, és itt ugye gondolok a regenerációra, hidegkamrára, bármi, hát. így van. Na de ha jól vettem ki, akkor te hogy mondjam, eléggé egyéni stratégiát választottál ebben, és hajlandó vagy, amire tudom a felvezetésben is mindenféle újdonságot kipróbálni, és viszonyatosan szigorúan veszed azt, hogy megpróbáld azokat a módszereket az edződdel használni, amit a világ elején járó futók is használnak. Igen, mondhatjuk, hogy egy, egy picit úttörő vagyok. Most már, most már gyakorlatilag ez ki is jelenthető, hiszen, hiszen én lettem minden idők leggyorsabb 800-asa, és ez azért jó érzéssel tölt el, pláne úgy, hogy én tudom nyilván magamról a legjobban, hogy milyen utat jártam be, honnan kezdtem, honnan indultam, egy, de egy kis vidéki községből, és labdarúgó, focista ként, csávó, focista, egy vidéki focista csávó, hogy valahol mondtad. Vagy <laughs> nem, <igaz? gül> igen, 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 azt hiszem, ezt is, ezt valahol nyilatkoztam. Tehát, és, és akkor ehhez hozzátartozik, hogy akkor ezt kiegészíteném azzal, hogy ha jól emlékszem, azt mondtam ezután, hogy egy vidéki, vidékről jött focista csávó, aki, aki történelmet írt a, 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 TFS tanár edzőjével. Tehát, mert, mert, gyakorlatilag ezek a tények. Tehát megismerkedtem az edzőmmel, dr. Gyimes Zsoltal a, a, a TF atlétikai pályáján, gyakorlatilag amikor felvételiztem a testnevelési egyetemre, és, és onnantól kezdve elindult egy közös karrier, ahol gyakorlatilag folyamatosan, még most is azt kell, hogy mondjam, bontogatjuk a szárnyainkat. És, és, És tanuljuk, uh -huh. és tanuljuk, tanuljuk a szakmát, mert, mert neki én vagyok az első komoly atlétája, aki nemzetközi szintre eljutott, Nekem ő az első atléta edzőm, és folyamatosan, illetve töretlen a bizalmam felé, és mindig, mindig megbeszélünk mindent, és átrágjuk a dolgokat, és aztán, ahogy, ahogy mondtam is előtte, egy pofon, egy kudarc ér, és aztán fölállunk, és megyünk tovább. És, és igen, tehát voltam Kenyában, én úgy tudom, hogy elsőként voltam Kenyában, mint, mint magyar futó vagy atléta. Dél-Afrikában, a híres magaslatokon, igaz? Magaslati. Igen, és hát itt is sajnos beleszaladtunk egy-egy olyan dologban, hogy gyomorbrontás, gyomorfájdalmak, hazajöttem, kórházba kerültem, infúzióra tettek, kiszáradás, voltak jó periódusok, rossz periódusok. Gyakorlatilag nyilván mielőtt még nem mentem ki, akkor azt gondoltam, hogy utána jártam mindennek, úgy gondoltam, hogy biztos vagyok benne, hogy erre van szükségem. Elmentem, hazajöttem, nem úgy alakult, rájöttünk, hogy nem valószínű, hogy ezt nagyon erőltetni kell ezt a vonalat. Tehát sajnos, és erre értettem azt, bocsáss meg, erre értettem azt, hogy, hogy ha, ha, ha mondjuk máshova születek, akkor lehet, hogy már előbb elértem volna ezt az eredményt, vagy eredményeket, vagy még akár magasabbat, vagy sokkal gyorsabban is tudhattam volna. Pontosan amiatt, hogy legtöbb országban, akik, akik nekem esetleg riválisaim, Hát más Ott, más háttérre dolgoznak. dolgoznak, és van egy kiárt út, útuk, amit, amit, gyakorlatilag nekik csak meg kell csinálniuk idézőjelbe, és akkor aki megcsinálja azt a munkát, le fog morzsolódni pár ember, de aki odaér, lássuk például akár a Krisztiánt, ugye Szombathelyen, a Német Páléknál, illetve Német Pali és most már a Macánál, Igen. hogy, hogy vannak nagyon sokan, van egy nagyon jó bázis, van egy nagyon jó struktúra, és aki végig tudja csinálni, lesz egy-két ember, de azok érmet hoznak. Hát világest. igen, csak az ugye egy dobóiskola, meg tradíció neked, meg ugye, mint mondtad, úttörőnek kell lenni, de hát az úttörőnek lenni azért, hát ha nagyon keseres meg nehéz is, azért vannak szép részei is ennek. Jövendő célok, fedett pályás VB döntözés és nyári Európa bajnokság, melyik a fontosabb? Ugye március első napjaiban lesz majd fedett pályás világbajnokság Lengyelországban. Úgy gondolom, hogy most ö, ismételten a változatosság kedvéért egy kicsit kísérletezünk, és a fedett pályás idént én inkább arra, arra szánom, hogy, hogy ne teljen el gyakorlatilag egy teljes év a, a, az utolsó versenyem, mondjuk akár a moszkvai világbajnokság, meg a, a, az augusztusi, cüriki Európa-bajnokság között, és úgy, hogy gyakorlatilag csak edzem mert ezt is már kipróbáltuk, és kisebb túlzásra az ember belebolondul, úgyhogy... A, a Felett vb inkább 1500-ban gondolkodunk, uh -huh. és, és, és 800-ban is természetesen, de, de, inkább csak versenyezni szeretnék. Aztán meglátjuk, hogy hogy alakul a VB, de nyilván, hogy ott leszek, akkor egy döntőbe jutás lesz a legfőbb célom, illetve hát nyilván így készülök. De, de a legfontosabb, az, és ami prioritást élvez, az, az, a Czüriki Európa Bajnokság majd augusztusban. Egy érem ahol, 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 éremért fogok utazni, tehát ez, ez, biztos. Hát ez ambiciózus terv és nagy dobás van a magyar atlétikának. Igen, valóban az lenne. Azt gondolom jót is tenne a magyar atlétikának. Hála a jó égnek van pár ember, akikkel, akiket tartom a kapcsolatot, és, 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 mondhatom, hogy akár baráti viszonyom van a magyar atlétikán belül, akik, akik ugyanúgy ilyen álmokat dédelgetnek és pályáznak, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy egy, egy rendkívül sikeres Európa-bajnokság lehet magyar atlétika szempontjából. Hát Tamás, figyelni fogunk rád, és térjél vissza hozzánk is, és most meg jó alapozás, meg készülést. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.